már katolikus általános iskola szülői közössége, önök fontosnak tartják gyermekeik megismertetését nemzeti és kulturális hagyományaikkal, a néptánc segítségével. Hiszen a magyar néptánc gyakorlása, vagy csupán annak szeretete mindenképpen egy összetartó közösség tagjává emeli a gyerekeket. Következő fellépő csoportunk a 6. B-osztály tanulói közössége, akiktől délalföldi olávost láthatunk a mai délutánon. Kérem az osztály képviselőit a színpadra. A néptánc számunkra nem csak a koreográfiát és a lépések megtanulását jelenti, hanem ismerkedés saját és más népek kultúráival is. Sok emlékkel gazdagodtunk az évek során. Népdalokat, ugrós motivumokat és még nagyon sok más megtanulhatunk Ritanéni segítségével. A mai alkalommal egy délalföldi tánccal készültünk. Kérjük, fogadjanak nagy szeretettel! Thank you.
Sok szeretettel köszönöm meg a 6. B osztály előadását. Kérlek benneteket, vegyétek át Rita nénitől az ajándékot és az oklevelet. Mindig nagy sikert aratnak a különböző eszközös táncok, melyek nagy koncentrációt és fegyelmet követelnek a táncosoktól. Az ilyen típusú táncok fejleszték a figyelem és koncentráló képességet, a ritmusérzéket és az élet minden területén oly fontos idő- és arányérzéket. Szólítom a színpadra az 5. A osztály képviselőjét. Az 5. A osztály egy üveges botos táncot ad elő. A fiúk bottal, míg a lányok üveggel táncolnak. Nagy izgalommal készültünk a gálára. A kedvenc lépésünk a lángető és a dobogó. A jobbra-balra cifra lépéssel volt gondunk, de szorgalommal és kitartással sikerült elsajátítanunk a táncot. Köszönjük Rita nénének a felkészítést! Thank you.
tisztelettel köszönjük meg az 5. osztály látványos előadását. Kérem szépen az osztály képviselőit, vegyétek át az ajándékokat és az oklevelet Rita Mimitől. Az 5. osztály. Kedves vendégeink, Gála műsorunk első részének záró csoportjaként fogadják szeretettel a 7. osztály tanulói közösségét, akik szatmári táncokat mutatnak be. Kérem az osztály képviselőit a színpadra. Már 7 éve együtt jóban, rosszban, így jellemeznénk az osztályt. 14 lány és 12 fiú nagyon jó közösséget alkot. Néha gond és baj adódik, de Éva nénivel ezt mindig megoldjuk. Táncórán szívesen próbálunk, a zene ritmusára jár a táncos lelk. Rita néni biztató szavára és a zene felcsendülő muzsikájára. Ma itt önöknek próbára tesszük, hogy 7 év alatt nem csak nevetgéltünk. Thank you.
akkor szerettem a legjobban a táncórákat, amikor már zenére táncolunk, érezni szoktam a népzenét. A tánc kiváló testmozgás, sokkal izmosabb a vádlim, mint a testvéremnek, aki nem jár táncolni. Amíg táncolunk, az órán nem számít, hogy ki a barátnőnk, vagy ki az, akit nem annyira szeretünk. Együtt vagyunk, és együtt dolgozunk azért, hogy sikeresen szerepeljünk a néptáncgálán, vagy valamilyen városi rendezvényen, vagy csak éppen a magunk kedvéért. És az utolsó győzelem. Rita néni mindig azt mondja, hogy vidáman énekeljünk, táncoljunk és figyeljünk egymásra. Jó lenne, ha ez mindig így lenne. A műsor első részében a szülők nevében Szabóné Fábián Éva virágcsokorral köszönte meg Oroszlán Millikó Ferit a táncpedagógus, szervező és felkészítő munkáját. Kedves vendégeink, a 19. Győrfi Néptáncgála második részének megnyitásaként fogadják nagy szeretettel Esz Nagy Nóra Janka volt tanítványunk előadását. Jársági népdalt hallhatunk műsorában. Ha felkötöm piac belinkendőmet, minden szombat este várom a szeretőmet, de hiába várom, úgy is tudom, hogy nem jön, helyette egy kéki bolyás levél jön. Kisanyjalom, ha te tudnád, amit én, milyen igaz szívű szeretőt vagyok, Kodály Zoltán szerint a legtermészetesebb és lélekemelő dolog nagy levegővel, szívből együtt énekelni. Bízzunk Kodályban, próbáljuk meg mi is. Tisztelettel felkérem kedves vendégeinket a közös délutáni éneklésre. Közönségünk dalrafakasztásához kérném a színpadra Kisné Csombordi Szilvia tanárnőt. Éves korú gyermekek testi és lelki fejlődésére.
A tánc boldog, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremt, oldja az iskolakezdéssel, tanulással együtt járó szorongásokat. Bemutatkozó műsorunk első részében találkozható már legkisebbjeink egy csoportjával, most bemutatkozik a másik első osztályunk, az első A osztály. Biztos vagyok abban, hogy Játék és Tánc című műsoruk nagy sikert fog aratni. Kérem az osztály képviselőit a színpadra. Kedves vendégeink, lelkesen készültünk a mai fellépésre. Ma először állunk ezen a tánc színpadon. Fogalmasan gyakoroltunk, hogy minél ügyesebbek legyünk. Jó kedvű osztály vagyunk, mindenki nagyon szeret táncolni. Rita néni vezetésével szeretnék megmutatni, hogy mit tanultunk az elmúlt hónapokban. Fogadják szeretettel az első A osztályt! Jön a kocsi most! Jaj, de nagyon